Idén is megrendezték a baleset megelőzési és közlekedési tábor Domboriban. Olyan felső tagozatos és középiskolás gyerekek mehettek az üdülőfaluba, akik az év folyamán részt vettek, illetve szép eredményt értek el valamilyen baleset megelőzési projekten. Volt a Tolna megyei közlekedési kupa, a megyei forduló, amit megnyertem, és akkor ezáltal jutottam be a táborba. A tábor vezetője beszélt az egyhetes ingyenes tábor céljáról. Ez egy közlekedési tábor, nem véletlenül. Ide olyan gyerekek jutnak be a megye területéről, akik ezzel foglalkoznak. Ezeknek a fejlesztése, a tudásuknak a növelése, ez lenne a cél. A tábor évek óta nagy sikerrel rendezik meg, vannak már visszajáró vendégei is. Második alkalommal vagyok itt, és hát tavaly nagyon megtetszettek az előadások, maga a társaság, és hát úgy egészben a tábor. Amíg a rendőrök kipakolták az előadás kellékeit, addig a gyerekek jó hangulatú szlalomozással múlatták az időt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság neutron bevetési osztályától 3 rendőr érkezett, aki különböző fegyvereket, rendőri eszközöket és azok használatát mutatták be a fiataloknak. Magukkal hoztak pajzsokat, géppisztolyt, mesterlövészfegyvert, útzárat és fémkereső detektort is. Egy amerikai gyártmányú mesterlövészpuska, amelyik nagyon, az egyik legjobb a világon. A mai világban úgy gondolom, hogy nem árt, hogyha tisztában vannak azért a gyerekek is azzal, hogy a rendőrök és hogy a rendőrség milyen, a magyar rendőrség milyen felszereléseket, milyen eszközöket és milyen fegyvereket tudhat a magáénak. A lányokat a bombakereső tükör, még a fiúkat inkább a fegyverek érdekelték. A táborlakók bátran kérdezhették az előadókat, megtekinthették, sőt ki is próbálhatták az eszközöket. Ezt szemmel láthatóan nagyon élvezték.